rád néz is messze jár, gondolatban csak arra vár, hogy a zenének vége és újra beszélhet. Sziasztok, Lizanka vagyok. Most az érintésről szeretnék beszélni egy pár szót. Kinek mit jelent az érintés? A legtöbb ember számára ez nagyon fontos. Az autistáknak általában nem. Persze ez is egy sztereotípia, hiszen nagyon sok autista van, aki kifejezetten kedveli és igényli az érintést, nagyon sokan vannak, akik viszont nagyon nem bírják elviselni. Nálam ez utóbbi eset áll fenn. Nagyon kevés embertől fogadom el, hogyha megölel vagy megpuszil, többnyire inkább már úgy beletanultam a társadalmi elvárásokba. Egy-két ismerősöm van, akitől viszont kifejezetten szívesen fogadom az érintést. Maga az érintés nálam inkább akkor okoz problémát, ha közvetlenül a bőrfelületemről van szó. Tehát ősszel, télen, amikor hosszújúban vagyok, meg a legtöbb ember is hosszújúban van, kevésbé zavar meg, hogyha egy idegen hozzám ér, mint nyáron vagy tavasszal, amikor én is rövidújúban vagyok, és közvetlenül valakinek a bőre ér az én bőrömhöz. Ez olyan szinten igaz, hogy még a saját bőröm érintését sem szeretem kifejezetten, például a kézfejemen vagy az arcomon semmiféle krémet nem viselek el. Ismerek olyan autista kisfiút, aki kifejezetten imádja az érintést, és nála már lassan az okoz problémát, hogy ahhoz már túl idős, hogy bárkihez oda mehessen, hiszen kisgyereknek még elnézik, hogy idegenek ölébe ül, vagy idegeneket megölel, de ahogy múlik az idő, ez egyre kevésbé elfogadott a társadalomban. Jó. Sok olyan dolog is tartozik az érintéshez, amire egy átlagos ember nem is gondolna, hogy jé, ez ide tartozik. Ilyen például a ruhák. Nagyon sok autista nagyon kényes rá, hogy milyen ruhadarab van rajta, és akár egyetlen apró részlet is kiválthatja belőle azt, hogy nem hajlandó felvenni az adott ruhadarabot. Nálam például a cipzár ilyen. Csak olyan farmert veszek, aminek úgy van megvarva a cipzár része, hogy az ne érintkezzen a bőrömmel. De ismerek olyat, aki például a gombokat nem viseli el. Hiába adják rá azt a felsőt, hiába van abból az anyagból, amit ő nagyon kedvel, ha gombok vannak rajta, egyszerűen nem veszi fel. Sok szülőnek ez nagyon komoly problémát okoz, mire ki tudja tapasztalni, hogy a gyermeke mi az, amit elvisel, mi az, amit nem. Ez értelmetlen volt ez a mondat. Érdekes jelenség még, a különböző felületek, akár anyagok, tárgyak érintésének a szeretete. Láttam olyan kislányt, aki minden egyes követ megfogott. Annyira szerette a kő érintését, hogy egyszerűen minden, ahol követ látott, ő odament és megfogta. Ez egy nagyon furcsa dolog. Én például az emberi hajat szeretem nagyon megfogni. Nem tudom, ez honnan jött nekem, de a legtöbb barátomnak, persze aki igényli, nem erőszakkal veszem rá őket, én festem a haját. Az nekem valahogy egy olyan érzést ad, amit úgy kedvelnek az új vegyeim. De ugyanakkor, hogyha valahol hajszál van rajtam, azt már nem szeretem. Az érintés nagy szerepet játszik például nálam a tömegközlekedési eszközök kiválasztásában is. Általában a kötött pályás járműveket részesítem előnyben, mert sokkal kevésbé mozognak, inognak, emiatt kisebb eséllyel ütődik nekem valaki, illetve általában beállok valamelyik sarokba, mert ott szeretnek a legkevesebben állni. Egy érdekes jelenség nálam, amit a környezetem sajnos nem mindig vesz észre, illetve most már meg tudom nekik mondani, és az ismerőseimnek tudok szólni, hogyha dühös vagyok, vagy frusztrált vagyok, vagy bármiféle lelki problémám van, de nem tudom kifejezni, hogy az emberek ösztönös reakciója, hogy megölelnek. Ez nekem ilyenkor a lehető legrosszabb. Olyankor nekem az segít, hogyha elvonulhatok egy külön szobába, akár egy nyilvános WC-be, ha éppen az utcán vagyok. Teljesen mindegy, csak ne érjenek hozzám, és lehetőleg ne is szóljanak hozzám. Én ezt már megtanultam lerendezni magamba, de kell egy jó pár perc egyedüllét. Az ismerőseimnek szoktam szólni, hogyha ilyen helyzetben látnak engem, akkor inkább ne érintsenek meg. Nekem ilyenkor az segít, hogyha elvonulhatok egy 5 percre, akár egy nyilvános WC-be, vagy csak becsukhatok magamra egy szoba ajtót, de
Én ezt magammal le tudom rendezni, viszont ha valaki ott van, sokkal nehezebben tudom visszanyerni nyugalmi állapotomat. Az Edinburgh Egyetem kutatói készítettek egy tanulmányt, és ott azt találták, hogy ez a fajta hiperérzékenység azért alakul ki, mert magzati korban, még az anyahasában természetesen, úgy fogalmazták meg, hogy késői húzalozás történik. Tehát sokkal később épül ki az idegrendszernek az a pályája, illetve nem is tudja befejezni a fejlődést, ami ezért a területért felelős, itt az érintés elviselésére gondolok. Ez az egész témakör komoly problémát okozhat például orvosoknál. Gondoljunk bele, hogy egy fogorvos, akinek tényleg muszáj megfognia a gyereket, vagy bármilyen orvos, aki meg akarja vizsgálni, az nagyon komoly problémával szembesülhet, ha ez a gyerek nem hagyja. Sok gyermek nem nagyon viseli el még a saját édesanyja érintését sem. Ez az anyukáknak nagyon rossz érzés lehet, főleg addig, amíg nincsenek tisztában a diagnózissal. Egyszerűen azt érezhetik, hogy a gyerekük nem szereti őket. Vagy esetleg azt, hogy ők csinálnak valamit rosszul. Holott erről nincs szó. Ez csak egy egyszerű érzékenység, amivel idővel meg kell tanulni együtt élni. Ezek a gyerekek másképp is ki tudják fejezni a szeretetüket, mert ki tudják.